Az utánpótlásport.hu szerkesztősége már 8-szor rendezte meg évvégi konferenciáját, ismét a Decathlon támogatásával, ám ezúttal először a Magyar Edzők Társasága szakmai együttműködésével. A rendezvényen találkoztunk Szita Mártonnal is, aki ezúttal nem a megszokott sportruházatában jelent meg. Testnevelési Egyetemen vagyunk, itt lesz egy konferencia az utánpótlás sportról, ahol egy elképesztően impozáns társaságba hívtak meg. Ez meglepetésszerűen is ért ez a meghívás, de természetesen elfogadtam, és próbálok a lehető leginkább helytállni, úgyhogy ide evidens volt, hogy nem a szokásos sportszerkóban érkezem, hanem megpróbálok valami alkalomhoz illőbbet találni a ruhatáramban. A Celdömölk ifjú játékosa az előadása előtt elárulta nekünk, miért is lehetett érdekes az ő személye ezen a konferencián. A viszonylag jó utánpótlás eredményeim után hamar eldőlt az, hogy nekem nem az élsport lesz a fő irány az életemben, és emiatt, hogy úgy mondjam, rendkívül frissek az élményeim arról, hogy mi nehezítheti, vagy mi teheti ezt problémássá, ezt az átmenetet. Talán ez lehet leginkább az én pozícióm ezek az előadások között. Az utánpótlásport.hu főszerkesztőjének külön örömére szolgált, hogy az idei alkalomra egy pingpongost is meghívhatott az előadók közé. Ha most mondhatnám, hogy magam felé hajlott a kezem, miután viszonylag régóta vonzódom ez a sportákhoz, ez egészen pontosan 1971 óta, meg aztán a két fiam is ezt a sportágot űzte, illetve űzi, de nem feltétlenül ez volt az ok. Illetve hát annyiban mindenképpen, hogy Marcit olyan régen ismerem, azt is tudom, hogy egy olyan tipikus sportember, akit nem kizárólag az élsport foglalkoztat, noha jelenleg is élvonalbeli játékos, hanem az életben más dolgok is, és azt gondoltuk, hogy ő egy kiváló alany lesz arra, hogy erről a problémakörről beszéljen, és ő első szóra igent is mondott.